Nincs több sorban állás a postán, nincs több sárga csekk, legalábbis ami a Bonyhád és környékén élők vízdíját illeti, hiszen elindult az elszámla fizetési lehetőség. Csapó Sándor ügyvezető igazgató elmondta, hogy július 1-én kezdték az új szolgáltatás tesztelését. A próbaüzem alatt a fogyasztók 2%-a állt át az online számla fizetésre, ezért október 1-ével már élesben is elérhető a szolgáltatás. Rengeteg előnye van. Először is olcsóbb, tehát nem kell nekünk, mint szolgáltatónak nem kell legyártani a számlát, nem kell kipostázni, nem kell a sárga csekkel járó költséget viselni. De ennél fontosabb, hogy a fogyasztóinknak is előnyös, mert ez kényelmes, otthon a fotelből a nap 24 órájába lehet intézni a számlaügyeket. Még egyszer mondom, egészségvédő funkciója van ebben a járványos időszakban, és még neki is olcsóbb, mert nem kell elutazni a postára, otthon interneten keresztül könnyedén intézhető. Most kezdtük, ugye, azt tudom mondani, hogy július 1-e a tesztidőszak óta már a fogyasztóink 2%-a regisztrált, és így kéri a számláját. Az a várakozásunk, hogy még az idei évben, illetve a téli időszakban, mondjuk márciusig ez a penetráció, tehát ez a szám, ez a 2% föl fog menni 5%-ra, és ez már azt jelenti, hogy az eddig befektetett költségünk meg fog térülni. Azt követően pedig, az azt követő években pedig kifejezetten rohamos növekedésre számítok. A hazai lakosság, köztük a mi fogyasztóink is ezt már elég jól ismerhetik a többi közműszolgáltatótól. Egyszerűen a mi honlapunk fejlécén lévő e-számla ikonnal kattintva be kell regisztrálni. A regisztrációt a munkatársaim egy munkanap alatt jóvá hagyják, és azt követően pedig automatikusan e-mailben küldjük ki a számlát. A beregisztrált felhasználók egy felületre jutnak, egy elszámla felületre, azon a felületen keresztül a szokásos bankkártyás fizetési módokkal tudnak fizetni. Aki pedig már egyébként csoportos beszedési megbízással fizet, annak egyszerűen azért jó, mert nem kap a postaládába 3 havonta papíralapú számát. Én például személy szerint rosszul vagyok, hogyha a csekket vagy számlát kapok a postaládába. Bár manapság elképzelhetetlen lenne az életünk a digitális világ nélkül, mégis vannak, akik még tartanak az online fizetéstől. Korábbi időszakban, amikor még nem volt erre gyakorlat, nem volt olyan internet elterjedtség, illetve a pénzügyi tranzakciók az interneten bizalmatlanságot keltettek, akkor ez lassabban ment, de most már mondhatjuk azt, hogy teljesen biztonságos az internetes fizetés, többféle rendszer és megoldás van. Arra számítok, hogy ez a biztonság és az internet elterjedtség, amit mobiltelefonon is lehet használni, ez rohamos növekedést fog. Tehát a korábbi tapasztalatok, adatok nem feltétlenül iránymutatóak a jövőre nézve. Bonyhádváros önkormányzata elsőként csatlakozott a térségi hivatalok közül a vízdíj elszámlán való befizetéséhez. A szolgáltató cég ügyvezető igazgatója október 21-én tárgyalta meg az elszámlára váltás részleteit és előnyeit a völgységi város polgármesterével, Filóné Ferenci Bolyával. A mai megbeszélésen Csapó Sándor igazgatóról két dologról beszéltünk, ami a legfontosabb, egyrészt a lakosságot is érinti, másrészt pedig az önkormányzatot is. Elsőként csatlakozhatunk ahhoz az elszámla ügyintézési lehetőséghez, amit a szolgáltató biztosít október 1-től mind a lakosságnak, mind a közületeknek. A kollégáim már azon dolgoznak, hogy a jövő héten ez a csatlakozás, ez a regisztráció meg is történjen. Ugyanazért jó az önkormányzatnak a szolgáltató által felkínált lehetőséggel élni, mint a lakosságnak, hiszen egyrészt időt lehet vele megtakarítani, másrészt környezetbarát, hiszen nem kell papíralapú számlákat kinyomtatni senkinek, sem a szolgáltató nyomtatja nyilván ki a számlát, de hogy nem kell azt postázni, nem kell elküldeni az ügyfélnek, legyen az lakos vagy közület. Így nálunk is amúgy is egy hivatalban a papírhalmazok, azok egyre nőnek, még az elektronika világában is. Végre van egy olyan lépés és egy olyan lehetőség, amikor ki tudjuk ennek az elektronikus világnak az előnyeit is használni, és megszűnhet a papíralapú számlázás az önkormányzat és a szolgáltató között. A lakosságnak pedig azért kérem,
az együttműködését, és hívom fel a figyelmét ezúton is arra, hogy ez a lehetőség, ez a szolgáltatás már október 1-től él, hiszen ők is időt tudnak vele megtakarítani, nem kell a postán sorba állni, nem kell a sárga csekket befizetni. Azt gondolom, hogy ebben a, különösen ebben a járványhelyzetben, amikor amilyen időket élünk, ez egy nagy előny, amellett, hogy költséghatékony is és takarékos megoldás is.